Na, üdvözlök mindenkit, Baraskai Sándor vagyok a Trófoci, az Eurófoci egyik szerkesztője, és a mai podcastban nem kisebb vendége van, mint Balajca Szabolcs. Hello, sziasztok! Hát igen, Újpest egykori hálóüre, de hát valószínűleg erre az idődre emlék, erre a pontjára emlékeznek legtöbben a karrierednek, de azért nem csak Újpesten játszottál. Igen, ugye én kaposvári vagyok, én a kaposvári Rákóczi-ba kerültem Újpestre 2006-ba. Ott lettem NB1-es játékos, ugye Rákóczival 2004-ben jutottunk fel az első osztályba, és ez nagyon nagy büszkeséget töltötte el minket, főleg úgy, hogy rengeteg saját nevelésű játékos volt, a csapatnak a 90%-a kaposvári nevelésű volt. Ugyanis én kaposvári nevelés vagyok, MB2-be voltam ott nagyon sokat, 3-4-5 évet, és utána tudtunk feljutni, és 2 év MB1 után hívott az Újpest, természetesen örömmel jöttem, és 11 évet voltam Újpesten, majd a karrierem végén így azért volt egy év Siófokon, amire nem nagyon szívesen emlékszek vissza, de ez volt tényleg a profi karrierem vége, és igen, az Újpesthez köthető az én pályafutásomnak a nagy része. Hát igen, ez a kaposvári indulás, ugye, akkor mondhatjuk, hogy ez nem volt bekalkulálva, gondolom, amikor feljutottatok, hogy ugye fel fogtok jutni az NB1-be. Ugye akkor az NB2 abban az időben 20 csapatos volt, és az NB1 meg 12, mint most, és akkor bővítették ki az NB1-et, és 4 csapat jutott fel. Abban mi is benne voltunk, nem volt cél a feljutás, de ha már így alakult, akkor megmozdult az egész város, úgyhogy egy nagyon jó összeért ez a csapat, és akkor azok a fiatal játékosok, akik együtt játszottak sokáig, azok 23-24-25 évesen beértek arra, hogy NB1-be játszassanak, úgyhogy nagyon nagy büszkeség volt a városnak, hogy végre NB1-es csapata lett ki 87 vagy 88 után. Hát igen. És akkor mondhatni, ez az NB2 a csapatnak az elég jó felkészítő volt az NB1-re. Igen, az egy nagyon erős NB2 volt, egy Honvéddal, egy Vasassal, egy Nyíregyházával, egy Diósgyőrrel, úgyhogy az egy nagyon erős NB2 volt. És utána Kaposvár nem is esett ki szerintem, nem is tudom, 8 vagy 10 évig az NB1-ből, úgyhogy igen, mikor volt? Ilyen Pontosan. 2013-14-ben estek ki talán? Na, így, igen. Akkor egy 8 évet ott volt folyamatosan az NB1-be, úgyhogy egy nagyon jó felkészítés volt. Lehet mondani, hogy egy nevelőklub volt akkor, mert onnan rengetegen mentek el különböző helyekre, Ferencvárosba, Debrecenbe, Videótonban, nagyon sok játékost adott a Kaposvár. Na, nyugodtan mondhatunk példákat is szerintem, hogy jó, erre hát itt sokan a Szakály emlékeznek. testvérekre gondolok, Igen. akik talán ugye Debrecenben voltak, Jováncai Zoltán a Fradiba, Maróti Béla a Fradiba ment el, Bank István az Etóba, akkor én már nem voltam ott, de akkor a Nikolics Nemanja Persze, igen. játszott ott, a Dusan Vasiljevic, aki később Újpesten futballozott a Videótonba, az André Alves, aki ugye gólkirály volt és Videótonba Hát a 10-es játszott. években azt hiszem ő lett a legtöbb góllal gólkirály, a 2010-es években azt Igen, hiszem. igen, 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 igen. Máté Peti nevezett belső középpályást, Zalaegerszegen volt utána nagyon sokáig. Persze. Úgyhogy én sorolhatnám, rengeteg embert adott a Kaposvár az NB1-nek. Hát reméljük ez így is így marad, bár mondjuk most azért nem úgy áll Hát meg ott igen, a egy dolgok. kicsit azért elmondhatjuk, hogy most azért a Kaposvár szerintem biztos kieső, de ők nem számítottak szerintem erre, hogy feljutnak. Én bízom benne, hogy nem az a szokásos lesz, ami szokott lenni, mert ha Kaposvár kiesett, akkor nem állt meg egészen NB3. Még én nagyon remélem most, hogy egy stabil keretet tudnak kialakítani a másodosztályra, és tényleg egy stabil csapat lesz Kaposváron. Hát háttér elvileg megvan, vagy hát azt lehet Igen. hallani a hírekből, szóval akkora probléma nem lehet. Így van. Na, de ugye Kaposvár után jött a
nagy mérföldkő, ugye az Újpest. Ott egyből kezdőkapusnak igazoltak, vagy hogy volt ez az egész? Igen, 2006-ban jöttem, ugye akkor ment el a Braszák Géza és az Illyés Dani, és ketten jöttünk a Kövesfalvi Istvánnal, így nem lett kimondva, de velem kezdődött ugye az Újpestnek az összeállítása. Egy nagyon jó közegbe kerültem, vagy egy nagyon jó csapatba kerültem, bár előtte az Újpest ugye nagyon bajnok esélyes volt, és ebben az évben azért nem úgy indult a bajnokság, ahogy szerettük volna, akkor ugye bezárták a stadiont, és a Rácpályát játszottuk a hazai mérkőzéseket, egy kicsit rányomta a bélyegét ez a szereplésünkre, de még egyszer mondom, nagyon jó helyre kerültem. Furcsa volt, nagyon profi közeg volt, úgyhogy és egy nagy csapathoz kerültem, úgyhogy kellett egy pár hónap, mire megszoktam az itteni légkört. Ki volt akkor az edző Újpesten egyébként? Újpesten akkor ugye a Bicske Bertalan volt, csak volt az a Dominó-Vaduz meccs, amikor Hát igen. kikaptunk itthon, és akkor egyből váltás volt, és akkor Márk Lövér vette át, ő egy belga szakember volt, ő volt egy fél évig, és akkor utána lett az Urbányi Pisti az edző, ő volt egy-két évig Hát igen, a aztán. vezetőedző. Melyik? És aztán lett nagyon sok vezetőedző. Hát igen. És kivel volt a legjobb ott együtt dolgozni? Edzőként? Edzőként, igen. Én minden edzővel, én az Urbány Istvánnal is nagyon szerettem együtt dolgozni, a Mészöly Gézával is nagyon jól megértettük egymást. Én úgy érzem, az elején talán a Vignyevicsel is megvolt a közös hang. A Szentes Lázárt is betenném a sorba, mert ott a bajnoki címért mentünk 2009-be, és ő egy nagyon felkészült edző volt, úgyhogy nekem vezetőedzőkkel nem volt különösebb problémám, úgyhogy én szerettem mindegyikkel együtt dolgozni. És az lenne a kérdésem még, hogy a mai újpesti játékosok közül kikkel tartod úgy rendszeresebben a kapcsolatot? Hát a Litauszki Robival nagyon sokat szoktam beszélgetni. Balázs Beni, mivel ugye ő is kaposvári kötődésű, vele néha szoktam tartani a kapcsolatot. Egyébként mással nagyon nem. A Novotny Somával találkoztam decemberben, beszélgettünk egy kicsit, de egyébként ennyi. Nagyon kicserődött ez a csapat azóta is, amióta én abba hagytam a profi pályafutásomat Újpesten. Igen. Azt szokták mondani, hogy hát több profi visszavonult játékos is azt mondta, hogy egy tulajdonos váltás az sokkal több kockázattal és sokkal nagyobb változással. Tehát sokkal nagyobb változás történik a klub körül, mint ha mondjuk az edzőt cserélnék simán, hogy ebbe van valami? És most így gondolok a mostani helyzetre is egy kicsit. Ugye 2011-ben volt tulajdonosváltás, akkor jött a Roderick Duchatel úr. Nagy változást mi is vártunk, és olyan folyamatosan vártam nagy változást Újpesten, de nagyon nem következett be. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb változás van. Akkor, ha tulajdonos jön, ugye más képvisel, más az irányvonal, és azt egy tulajdonos mondja meg, vagy inkább egy klubnak kell a tradicionálnak annak lennie. Biztos vagyok benne, hogy ha most váltás lenne Újpesten, akkor elindulna felfelé ez a klub, mert szerintem méltatlan helyen van a nevéhez, a tradicionálhoz, a szurkolóihoz képest. Hát persze, meg hát ugye hát pályájuk se nagyon volt mostanában. Így van. Így szóval, van. Hát igen, így elég van. Elszomorító most a helyzet, de hát reméljük jobb lesz. Jobb lesz változás, igen. Most, hogy így kicsit több időd van nézegetni a dolgokat, mennyire figyeled az Újpest mostani kapusait? Tehát, Hát a Baranyi Dáviddal vele dolgoztam együtt még, én egy nagyon tehetséges kapusnak tartom őt. Egy jó mentalitású srác. Ugye a Pajovics az ővel nem voltam együtt, mert ő akkor jött, amikor én elmentem innen. Követem így a kapusokat végül is, mindegyikről megvan így idézőjelben a véleményem. Minden meccset természetesen nem tudom, nem láttam, de amikor lehet, akkor figyelem,
figyelem, megkísérem őket, meg a teljesítményüket is. És amíg egyébként tartott a pályafutásod, addig volt példaképed így a kapuba? Nekem most is pont velem egykorú, egy éve idősebb, nekem a külföldi Buffon egy óriási példakép abból a szempontból, hogy mindemberileg, mind sportemberileg szerintem egy csúcs a mi szakmánkban. Példamutatóan dolgozik, példamutató az emberi kvalitása is, és ő nekem a maga kapus technikája is nagyon tetszett mindig. És ő az a kapus, aki tényleg 20 éve olyan magas szinten véd, hogy öröm nézni, pedig ez a szakma nálunk is, mint más szakma évről évre, nem is évről évre, de nagyon sokszor változik. Talán ő még úgy nőtt föl fiatalként, hogy megfoghatta a hazadást, és most viszont meg úgy olyan jó lábbal, mint egy mezőnyjátékos, szóval ő rengeteget változik, rengeteget tanul, és folyamatosan ment a korra, haladt a korra, és ezért is az egyik kedvencem. Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy ugye a kapusposzt nagyon átalakult a modern futballba, tehát konkrétan nagyon, nagyon ügyesnek kell lenni lábbal ott a kapuba, és taktikák épülnek föl kirúgásokra mostanában, vagy fölívelt labdákra a profi kluboknál, hogy szerinted a 2006-ban Újpestre igazolt Balázs Szabolcs, az mennyire volt ügyes a labdában, mennyire tudna a mai mezőnybe helytállni? Aki 2006-ban igazolt, az nagyon, nagyon nem hiszem, hogy ebben mezőnybe hely tudna állni, de pont így a Buffonról való vélemény, hogy lehet fejlődni ebből a szempontból is. Játékintelligensnek kell lenni. Sokat, nagyon sokat kell gyakorolni. Ugye a mai utánpótlás gyerekek már jobban balra rúgnak kapusok. Mi meg még jobban se tudtunk pontosan rúgni, teljesen más volt a játéknak a felépítése, teljesen más kértek tőlünk az edzők, aki teljesen más volt akkor a kapusposzt. De azért szép ez a poszt, mert folyamatosan tanulni lehet új dolgokat, és tényleg, amit te mondtál, a kapus most már a 11. mezőnyjátékos, sőt, mélységirányítót játszanak megnézett külföldi csapatokba. Persze, úgyhogy tényleg, amit mondod, hogy egy kapusra most már taktikai épül, labda kihozatalok, visszapasszolt labdák meggyártása, úgyhogy nagyon fontos szerepe van ebbe is. Pontosan, és nem is biztos, hogy annyira ügyesek például kézzel, vagy olyan akrobatikus mozgásuk van, hanem sokkal inkább. Hát igen, nagyon összetettebb lett, van olyan hely, ahol el is ment ebbe az irányba nagyon a képzés a kapusoknak, és sok olyan bajnokság volt, ahol tényleg vissza, és most rájöttek, hogy azért ugyanaz a kapus edzés kell nekik, ami régebben volt, ugye már azért úgy modernebb dolgok, de nem kell elfelejteni, hogy a kapus az megfoghatja kézzel, és ezt szoktam mondani. Úgyhogy támadásindításban tényleg nagyon fontos, de ő az utolsó, védekezésben az utolsó ember, úgyhogy azért kapus a kapus, hogy tényleg megfogja a kézzel a labdát, és nagyon sokat változott ez a poszt, mind ha megnézzük visszafelé felépítésbe, és a kapusokat, magas nyulánk, nagy kapusok vannak, akik nem ilyen lomha kapusok, hanem gyorsak, dinamikusak, nagyon, 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 nagyon erősek, úgyhogy, és lábas jobban, mondom, nagyon-nagyon összetettebb lett ez a szakma most. Persze. Hát kicsit visszatérve, úgy kicsit a te karrieredre, melyik volt számodra legemlékezetesebb, mint például Újpesten? Legemlékezetesebb mérkőzés? Nekem van egy tippem, de... Igen, mondom. Igen, hát, nyugodt. Hát én azt igen, a 6-0-át igen, a Fradi ellen. Igen, a 6-0-át azt mindig, igen. Nekem nagyon nagy élmények voltak, nem is akarok egy meccset kiemelni, a derbit. Ugye 2009-ben jött vissza a Fradi, és 3 évig nem volt nekem derbim. De a derbiknek a hangulata nagyon, nagyon jó. Tényleg a 6-0 az egy kiemelkedő mérkőzés volt, hogy volt egy Debrecen elleni 2009-es 2-0-ás győzelem itthon, ahol tényleg teltház volt. De ilyen negatívat is meg kell említeni, ami nekem emlékezetes marad mindig. Talán 2012-ben volt egy Vasas elleni mérkőzés itthon,
ami sajnos majdnem a kiesésről szólt, mert ott majdnem egyforma pontunk volt, és amelyik csapat ott kikap, az ott nagyon megy a kiesés elkerülésig, vagy kiesik. És ugye mi megvertük a Vasast, úgyhogy 1-0 én 10-it fogtam. Hát igen. És akkor a Vasas abban az évben ki is esett. Szóval vannak ilyen mérkőzések, emlékezetes mérkőzések, de nagyon sokat fel tudnék sorolni. Például az a mérkőzés is, amit mi nyertünk először a Grupa Arénába 2015-ben, 16, nem tudom mikor Hát, volt, 1-0-ra. igen. Úgyhogy ez is egy emlékezetes mérkőzés volt számomra. Hát igen, és ki volt a legkeményebb, aki a csatár, akinek mondjuk féltél a lövéseitől, vagy hasonló, tehát hogy kicsit ütközni vele? Én abban a szerencsés helyzetben voltam, ahogy rengeteg olyan csatára játszottam, akik tényleg egyéniségek voltak a csatárok ellen. Én sorolhatnám ide a Kenesei Krisztiánt, akinek olyan szabadrugásai, meg olyan lövései voltak, hogy tényleg az ember azon imádkozott, hogy kaput ne találjon, vagy a Tököli Attila, aki a zicsereinek a 80-90%-át berúgta, vagy egy Bajzát, aki nem futott 800 métert a meccsen, de mindig elé pattant a labda. De mondom, ezek a csatárok, olyan minden csapatban volt egy olyan ikonikus csatár, akire tényleg kellett készülni. Most mondhatnám, itt már vége felé a Böde Danit is a Fradiba, tényleg erős volt, majdnem minden meccsen volt rugott, az Újpest ellen nehéz volt megfogni. Inkább ezek az egyéniségek, akik ellen, nem azt mondtam, hogy féltem játszani, de rájuk mindig figyelni kellett. Persze, és hogy tudsz kapusként fölkészülni ilyen lövésekre, tehát hogy így megvan, hogy akkor szabadrúgás, akkor jobb felső, és akkor úgy állítod a igen, sorfalat, vagy... Ez már tényleg én gondolkodás. Nagyon sok 11-est fogtam én pályafutásom során, és mindig kérdezték, hogy ez mi volt, hogy megérzés volt, vagy tényleg olyan valami volt, valami trükkje. Nem volt ennek semmi trükkje. Én néztem általában, hogy hova rúgják a 11-eseket, ugyanígy a szabadrugásokat, ugye az ember nézi, hogy zicserbe azért hova próbálja előni a csatára labdát, úgyhogy persze nyitott szemmel kellett járni, és mi is ugyanúgy készültünk kapusok az ellenfélből, mint szerintem az ellenfélek belőlünk. Hát ugye még a VB-n volt egy ominózus Dán-Horvát meccs, ahol Modric a meccs után lenyilatkozta, hogy ugye Kasper Schmeichel állt a dánok kapujába, hogy egy éjszakán keresztül nézte, hogy hova vetődik, mit néznek, amikor kivédi minden, és hát ugye még ez sem volt tökéletes felkészülés, mert ugye a 112. percben ugye 10-it hibázott Modric, de a büntetőknél ugye belőtte. Tehát ott is igen, 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 azért mondom, hogy ez nem csak az, hogy ott helyben én hogy döntök, hanem itt azért komoly jellemzések voltak, meg én is azért a pályafutásom során néztem rengeteg mérkőzést a saját osztályomból, meg első osztályból, és tényleg az ember így azért nagyjából felkészülhetett rá, persze nem mindig tudott rá felkészülni. Ja. Ugye azt tudni kell rólad, hogy azért a Mennyei megyeibe is visszatértél. Tart még ez a Igen, igen, a kis hetesi brigádom. Igen, 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 tart még, én rettetesen élvezem. Most másodikak vagy harmadikak, vagy én szerintem harmadikak, mert kikaptunk az előző mérkőzésen a második nagyatától, úgyhogy igen, más egy kicsit. Kicsit próbálom motiválni a csapattársaimat, de ezért teljesen más, mint a profi futball, ugye ők dolgoznak mellette. De mondom, nagyon élvezem az egésznek a körítését. Valamikor megtalálnak, valamikor azért célpont vagyok, különböző olyan helyeken, ahol inkább Ferencváros szimpatizánsok vannak, de aztán úgy lepereg az emberről, meg utána beszélgetünk a szurkolókkal is. De mondom, ez egy olyan közeg, azért teljesen más közeg. Itt szívből futballoznak, meg tényleg őszinte futball van, úgyhogy én nagyon, nagyon élvezem ezt az egészet. Ez tényleg az edzőség mellett ez fér bele. Kívtak magasabb osztályból is, de én már vissza nem szeretnék menni sem másod, sem harmad osztályból, úgyhogy hát azért korom csak... miatt, igen, korom miatt is, úgyhogy én nem akarok visszamenni, nagyon jól érzem magam edzőként, nem adom, élvezem minden egyes percét. Megtiszteltetés, hogy ott lehetek, és nekik is megtiszteltetés, hogy én ott vagyok.
Egyébként ugye végignézve a karrieredet, ugye te csak itthon játszottál. Lett volna esetleg lehetőséget külföldre menni? Igen, volt görög-izraeli nem is ajánlat, hanem ilyen próbálkozás, de ajánlati nem jutottunk el. Nyitottva lettem volna rá, talán ha lett volna valami konkrét dolog, de még egyszer mondom, konkrét nem volt. Azt tudom, hogy érdeklődtek, nézegettek, kaptam információkat, de konkrét dolog nem jutottunk el. De nincs ilyen érzetem ezzel kapcsolatban, úgyhogy szép karrierem volt Újpesten, úgy érzem. Hát ezt nem lehet elvitatni. Így van, így van. Igen, kicsit most kicsit az aktuálisabb témákra mennénk át. Magyar foci, tudom, hogy nagyon kényes téma, de hogy te hogy látod, vagy hogy alakul szerinted a helyzet itthon? Hát ugye a stadionok megvannak, infrastruktúra megvan, minden megvan. Én nem tudom, hogy nézőket hogyan lehetne még jobban becsalogatni, biztos, hogy jobb játékkal, nem tudom, ebben nem akarok belemenni. Én nekem a 12 csapatos bajnokság se nagyon, bár nagyon kiélezett, ugye a kiesés véget, a Kaposvár ugye valószínűleg akkor elment, de ott azért a kieső helyén sokan, azért van ott 3-4 csapat, aki a kieső helyén megy. Ugye én úgy érzem, hogy most egy-két évre ez beárazódott, hogy a Ferencváros és a Videoton fogja vívni a bajnoki címért való versenyfutást, vagy a bajnoki címért való harcot. Szeretném, ha ez több szereplős lenne, és ezért remélem, hogy az Újpest minél előbb ki fog lábalni ebből, vagy lesz valami váltás ott, hogy én úgy érzem, hogy az Újpestnek is ott a helye, hogy legalább dobogón legyen, és bajnoki címért küzdjön ő is. Hát mindenképpen. Azért tényleg jó lenne az Újpestet viszont látni Igen. az élmezőnyben. De valahogy nekem az egész újpesti témában nekem az a bajom, hogy így a keretet nem úgy alakítják ki. Tehát olyan embereket hívnak ide olyan helyekről. Tehát most volt azt hiszem a svéd harmadosztályból igazolt, és hogy ott mi volt a ráció, az nem nagyon értettem. Én még így kívülállóként is és bentiként is úgy látom, vagy úgy nem látom, hogy nem tudom, mi a koncepciója a Düsseldorf úrnak, a mai napig nem tudom, mi a koncepciója, valószínűleg játékos kereskedés van a háttérben, de mondom, még egyszer mondom, nem tudom, mi a koncepció. Egyszerűen nem lehet tudni, hogy kiállítja össze a csapatot, vagy hogy van-e beleszólása a tulajdonos úrnak. Még egyszer mondom, nem tudom, egyszerűen nem látok bele, és nem tudom, hogy mit akarnak. Ugye, ha megkérdeznénk, akkor biztos azt mondják, hogy eredményt. Nem tudom, én szerintem játékos kereskedés van Újpesten, ezt ki kell mondani. Hát, finoman szóval. Nekem Igen. az egész dolog zavarott nekem nagyon Újpest, hogy minden évben leszögezik, hogy építkezünk, és az építkezés az mióta, 2011 óta, 2011 óta tart, igen. Hát, nagyon, nagyon furcsa látni ezt, hogy milyen Igen, és komoly eredményt nagyon, nagyon, ugye kupákat kupa azért nyert az meg Újpest. Szuperkupa, igen. Kupa, meg szuperkupa győzelem volt. Mindig emögé burkolóznak, viszont bajnok, nem tudom, hogy volt talán harmadik hely. Azt nem tudom, hogy ez alatt a 9 év alatt volt-e, de valami komoly eredmény, bajnoki eredmény az nem volt. Ugye a legjobbakat azokat eladják külföldre, meg se tartják, nem is próbálják megtartani. Én úgy érzem, hogy egy ilyen nevelőklub vagyunk, aki olcsón veszi játékos és drágán próbál eladni. Hát ugye ezt el is játszották a Diányéval, még a Denis Bardival is. Még a Denis Bardi. Hát mondjuk ott az eléggé meglepődtem, hogy ez tényleg a Levante így a semmiből így, nem tudom mennyire volt a semmiből, de hogy így, és egyből Vévízbe is dobták a Spanyolországba. Igen, csak azt kell tudni, azt is őszintén, hogy a Denis Bardi az nagyon jó teljesítményt nyújtott a hazája utánpótlás válogatottjába.
és miután felfigyelt rá a Levante, utána kezdték el Újpesten játszhatni, mert ő is elég sokat ült padon. Ja, hát. Úgyhogy persze nagyon, nagyon utána nevet, egy jó játékosról van szó, sőt egy jó emberről van szó, aki megérdemli, hogy ott van, sőt, ugye tavaly, vagy tavaly előtt a Barcelonák rúgott egy duplát bajnoki mérkőzésen, nagyon jó mentalitású srác, aki megérdemli, hogy ott van, de sokkal többet köszönhet szerintem ha hazája utánpótlás válogatottjának, hogy oda ő ki tudott kerülni. Persze, és kicsit a külföldi focira is áttérhetünk szerintem. Melyik bajnokságokat követed, és ha le van ilyen, ki a kedvenc csapatod külföldről? Hát én régóta én a Casillas miatt a Real Madridot szeretem. Azért is szeretem, mert direkt futballt játszanak, és én szeretem ezt a direkt focit, amit a most mondhatnám, vagy a Liverpool, a Real Madrid, vagy a nagy például Bayern München játszik, hogy ő nem mint a Barcelona, hogy tényleg a Barcelona is nagyon szép futballt játszik, hogy labda tartáson alapuló, vagy labda birtokláson alapuló futball. Én a direkt futball, kevés érintésből, ellenfél térfején, gyors futball, azért szeretem, és akkor el is mondtam neked, hogy ez a Liverpool, Bayern, Real, de Realt azért kedvelem, mert mondom a Casillas miatt nagyon megszerettem akkor Real Madridot, és a mai napig szeretem, ott is van egy furcsa játékos politika, de én nekem akkor még mindig a Real Madrid. Hát a igen, kedvencem. A Realban azért látható, hogy Perez éppen kikre van rádurranva, ugye igen, hát igen, igen, most igen, brazil igen. fiatalok előtte, ugye spanyol fiatalok. Igen, igen, úgyhogy ott se lehet megfejteni a játékos politikát, és most a Liverpool is azért nem azért, mert vezeti a bajnokságot, hanem a Klopp egy szisztematikusan fölépített csapatot hozott létre, amely 20 ponttal fogja megnyerni ezt a bajnokságot. Nagyon, Ha nem nagyon, zárják le. ha nem zárják le, szomorú voltam, hogy nem jutottak a BL-be tovább, de minden, még egyszer mondom, hogy egy gyors, kevés érintékből játszó, direkt futballt játszó csapat, úgyhogy nekem ezek a fajta csapatok a kedvenceim. Na hát azt nem csodálom igazából, és még egy kicsit visszatérve ugye a válogatott kapus kérdése, ugye hát Gulácsi Péter az megkérdőjelezhetetlen, de mindig fölteszem a kérdést, hogy ki van utána? Tehát ki olyat tudunk mondani, aki mondjuk nem az, hogy helyettesíteni tudná, mert azért sajnos nem állunk olyan jól kapus poszton, hogy második számú kapusunk is BL-be játszon, sőt, de hogy ki lehet a második számú szerinted így hát az országon én belül? szerintem itthon is vannak jó kapusok, de most csak így körbenézek egy Megyeri, aki nem tudom, most Görögországban van. Igen, Atromitos. Egy Megyeri, nekem ő mindig egy megoldás jelentett volna. De itt van a Dibusz Dénes, vagy a Kovacsik, én szerintem simán rájuk lehetne bízni ezt a feladatot, bár nekik is jó lenne szerintem, ha külföldre mennének védeni. Én nem állunk szerintem olyan rosszul kapus szinten, főleg úgy, hogy a kapusok megint nagy részét akadémiákról viszik ki külföldre, és megint a legtöbb kapus az van Angliában és Olaszországban is. Úgyhogy ezek a srácok, ha beérnek, szerintem simán utódai lehetnek Na, hiszen akartam mondani, mondjat. Gulácsi. Gulácsinak. Na, a Gulácsinak. Ja, vagyok. A Gulácsinak. Ő is olyan, mennyi idős? 30 éves? Hát, a körül van. Hát ő a legidősebb a lipcsei csapatban. Ez is igen. Ez mindent elmond. Ja, 30 körül, ő még 5-6 évet simán ebben a magyar válogatott belevét, ha nem többet. De még egyszer mondom, ha alternatívát kell mondani, mint ezt a Megyeri, Dibusz, Kovácsik, simán lehet oda tenni a Gulácsi mögé. Hát igen. Ugye mondtad, hogy régen Casillas volt a példaképed, ma kit tartasz úgy, hát ha nem is a legjobbnak, de hogy kit tartasz úgy olyan igazán klasszis kapusnak a hát én közül. Egy ilyen egyszerűen annyi jó kapus van, hogy egy ilyen egyveleget mondanék, hogy talán az Elizonnak a nyugodtsága, meg az Oblaknak a nyugodtsága, a gyorsasága, a DHA is nagyon tetszik. De most úgy érzem, ebbe a fél évbe, vagy ebbe az egy évbe én azt az Oblakot emelném ki most, rettenetesen
jó idegrendszerű, tényleg azt a kapust testesíti meg, azt a nyugodt, mégis gyors, magas, és a, szerintem az Atletico Madrid egyik erőssége. Hát neki is köszönhetik azt a továbbjutást, finoman én a szólva. továbbjutást neki köszönheti, és én úgy érzem, hogy most ő, jó, itt van a Ter Stegentől kezdve, a Neueren keresztül, tényleg rengeteg kapus föl lehetne sorolni, a Navason keresztül, de most én úgy érzem, hogy most az Oblak az a csapat egyik erőssége, és most már szerintem fél éve olyan szinten véd, ami tényleg benne van a top 3-ba. Hát bőven, bőven. Igen, akkor ezzel le is tisztáztuk, hogy akkor gondolom a spanyol bajnokságot követed úgy nagyon. Mennyire komoly szinten vagy csak a saját csapatod mérkőzéseid, vagy azért beleszoktál áskálódni statisztika? Bele szoktam nézni, angol és spanyol bajnokságba bele-bele nézek. Igen. Még egy kérdés, ezt fel akartam tenni előbb, csak nagyon elbeszéltük. Annyi, hogy az Újpestnél az nagyon látszik, hogy a kapusposzton, hogy eszméletlen gyorsan váltogatják a két kapust, aki véd idén, hogy ez a te idődben is így volt valamilyen szinten, csak hogy ez volt valahogy magyarázva, hogy mi az, hogy van ez? Nem volt magyarázva. Én 2006-tól 2014-ig standarden védtem, és ugye akkor jött a Dmitrovics, és akkor kezdett el cserégetni kapust, utána ugye a Márko Dmitrovics védett végig a bajnokságba, viszont velem kupát nyertünk, és nekem a kupában nagyon jó ment a védés. Utána engem visszatett, a Mitrovicsot letette padra, és a mai napig szerintem ez úgy működik, hogy nem magyarázza meg, vagy nem is kell megmagyaráznia, bár egy kapusnál, meg szerintem egy csatárnál olyan bizalmi poszt ez, amivel még profi szinten is lejönnek, és megbeszélik a dolgokat. Nem magyarázzák szerintem semmivel a mai napig. Hát az szép, mert így azért látszik, hogy Yeah. Ez így, hogy aki nem érzi a bizalmat, az nem is tud szerintem olyan szinten védeni. Ez szerintem ott igaz. A két kapus az nem érzi a bizalmat. Hát nem tudom, én valahogy én is azért előbbre tartom Banait, ugye, mint Pajovicsot, mert nem tudom, Pajovicsról nekem sose az jut eszembe, hogy egy stabil pont a védelemnél, most nem szidni szeretném, vagy ilyesmi, de hogy valahogy olyan eszméletlen potyák jutnak eszembe róla, hogy ez mennyire, tehát ez is a bizalomhoz köthető? Teljes mértékben? Szerintem sok ilyen bizalomhoz köthető. Nem tudom, nem, azért nem akarok róla mondani, mert tényleg őt nem ismerem. A Bana nem, ugye Banában nincs annyi idézőjebb, nincs benne ilyen kapusgól, nem tudom, hogy mi alapján szedte ő ki, könnyű kapusra ráfogni, ha mondjuk nincs eredmény, és akkor egy embert inkább mozgatni, mint hogy valami a csapat taktikában valamit változtatni. Persze. Meg az lenne a kérdésem, hogy kapushoz igazából lehet igazítani taktikát? Ami nem labda kihozatalra gondolok, hanem hogy így védekezési szisztémát, hogy őt segítsék például, vagy ez nagyon nincs benne az egészben? Kapusnak kell szerintem alkalmazkodni. Ha van egy, meg olyan szintű kapust kell igazolni most már, hogyha a csapat felülvédekezik nagyon és letámadja a másik ellenfelet, akkor olyan kapus kell, aki kiebb áll, tud söprögetni. És amit te mondtál például labdakihozatalba, szerintem a Manchester City-nél Guardiola-nak volt egy elképzelés, és ahhoz igazoltak kapust annak az idején. Az Ederson-t, aki lábba tényleg szerintem magyar NB1-ben simán eljátszott a belső középpályást. Bőven, hát ugye van egy olyan urban legenda Guardiolával kapcsolatban, hogy valamelyik bajnoki címe után a Bayernnél konkrétan elgondolkodott, hogy Neuert kihozza a védekező középpályára. Igen. Én nem, a kérdésedre válaszolva szerintem nem kapathoz, nem kapushoz nem alkalmaznak taktikát, viszont olyan kapust igazolnak, aki bizonyos ilyen taktikai elemekben jó. A labdakihozatalnál vagy kint tud játszani, ha azért ezt már nézik, hogy lábban milyen egy kapus, és azért úgy igazolnak kapust. Valahol pedig, most én kettő dolgot mondok, a De Gea, az a válogatottban labdakihozatalt játszik, viszont a Manchester United beleteszi a labdát, azt pufogtatja előrefele. Úgyhogy sem akkora különbség van a kettő között, és ő is mind a kettőhöz tud alkalmazkodni.
Na hát én úgy érzem, hogy nagyon áttárgyaltuk így a Jó. múltunkat, és ugye a te karrieredet is, szóval én nagyon szépen megköszönöm, hogy Én fogadtad a köszönöm szépen. meghívásunkat. Hát akkor legközelebb majd találkozunk a következő podcastunkban. Addig is sziasztok! Oké. Hello, sziasztok!